Üdvözlöm kedves megjelent leendő hallgatóinkat! A Pető András Főiskola felvételi eljárásrendjét a 2012. évi 423-as kormányrendelet szabályozza. Ennek alapján főiskolákra jelentkezőknek testi, énekzenei, beszédalkalmassági és egészségügyi vizsgát kell tenniük. A jelöltnek az a feladata, hogy kap egy rövid szöveget, és fel kell olvasnia. Ennek alapján képet kapunk arról, hogy vannak-e beszédhibái, kifejezően szépen, helyesen olvassa-e az adott szöveget. Legyen szíves a szöveget a lapaljáig elolvasni. Talpas mindig azt tartotta, hogy ő a legnagyobb úr a tanyán. Tyúk, macska, kismalac mind eltakarodott az útjából, ha neki sétálhatnék, ha támadt az udvaron. A Pető András Főiskolán a beszédalkalmassági azért fontos, mert a jelöltek, akik ide erre a pályára jelentkeznek, gyakran nap mint nap találkozhatnak a gyakorlatok során olyan gyermekekkel, akik súlyos beszédproblémával, beszédértéssel küzdenek. Éppen ezért fontos a jelölteknek, hogy tisztán, érthetően, a kiejtés szerinti írásmóddal megfelelően, helyesen artikulálva mutassanak példát a gyerekek számára. Se szó, se beszéd nekiugrott Talpas a pulykának. Bizonyosan megrázta volna a szakállát, de a pulyka kinyújtotta hosszú nyakát. Mire Talpas úgy megijedt, hogy hármat is lépett egyszerre visszafelé. Köszönöm szépen, megfelelt. Köszönöm szépen. A konduktív pedagógiának és a konduktori hivatásnak alapvető eleme a megfelelő zenei hallás, illetve a megfelelő ritmusérzék. Ezeknek a meglétét ellenőrizzük az alkalmassági vizsga folyamán. Alapvetően kétféle feladat létezik az alkalmassági vizsgánkon. Az egyik, hogy a hallgató egy hozott listából, dal, népdal, gyermekdal listából kiválaszt egyet tetszése szerint, amit elénekel egy bizonyos hangmagasságban, utána ugyanezt a dalt kérjük picit magasabban, illetve kicsit mélyebben. A másik feladat az pedig ritmussal kapcsolatos, egy nagyon rövid ritmus tapsolok neki, mutatok neki, és neki ugyanazt a ritmust ugyanabban a lüktetésben kell visszatapsolnia vagy kopognia. Válaszol maga egyet, és választok egyet én, jó? Amit nagyon szeret. Énekelje el nekem. Nem adok kezdőhangot, keressen valamit ki, ami magának kényelmes. Búj, búj, zöld ág, zöld levelecske, nyitva van az aranykapu, csak bújjatok rajta. Rajta, rajta, leszakadt a pajta, benn maradt a macska. Kiválasztom ebből a listából, mondjuk az esik az eső, hajlik a vessző. Nem adok hangot, megint kezdj el. Esik az eső, hajlik a vessző, haragszik a katona, mert megázik a lóva. Ne haragudj, katona, majd megszárad a lóvad. Megszárad a lóvacska, semmi baj, nem baj, belefér. Énekelj el az esik az esőt jó magasan, amilyen magasan csak tudja. Esik az eső, hajlik a vessző, haragszik a katona, mert megázik a lóva. Tapsolni fogok rövid ritmusokat, pontosan az én tempomban tapsolja vissza ugyanazt, vagy kopogja, ahogy kényelmes. Tehát adom a mérőt. A konduktív pedagógia, a mozgásfejlesztés, a járás, a különböző egyéni, illetve csoportos fejlesztő feladatok mind egyenletes lüktetés, illetve mind dallaméneklés zene közben történik, tehát enélkül, ezek a zenei elemek nélkül konduktor nem létezik. Sok szeretettel üdvözlünk mindenkit itt a testnevelés alkalmassági vizsgám. Én Sáringéni dr. Szilárd Zsuzsanna vagyok, a Főiskola testnevelésért felelős oktatója. Ezen a rövid, közel 15-20 perces testnevelési alkalmasságin azt nézzük, hogy mennyire alkalmasak erre a igen kemény fizikai munkát kívánó konduktori szakmára. Körülbelül olyan lesz, mint egy testnevelés óra, tehát nem kell megijedni tőle. A testi alkalmasságot vizsgáljuk, illetve megnézzük, hogy a gerincük mennyire terhelhető, illetve nem terhelhető, vagy illetve van-e valamilyen deformitásuk.
lakójárásra. Főiskolánk előzetes, illetve a felvételi eljáráshoz tartozó rendes vizsgákra szeretettel várja leendő hallgatóinkat. Sok sikert kívánok!